Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Nagyon kellemes szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Így van, kezdődik a Beszóló interaktív közéleti műsor. Elképesztően érdekes témánk lesz ma, persze mindig nagyon-nagyon érdekes, de ma különösen nagyon érdekes témánk lesz. Digitális orvoslásról fogunk beszélgetni, patikai meg orvosi robotokról, távsebészetről, diagnosztikai applikációkról, aztán persze lefordítom, hogy ez mit jelent, hogy értsük is, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk a jövőben majd robotok operálnak minket, vagy akár ez már tulajdonképpen a jelen, távolról megállapítják mondjuk, hogy mi a bajunk, felállítják a diagnózist, és mondjuk mesterséges intelligencia segítségével akár orvos nélkül is gyógyíthatnak minket. Szóval elképesztő távlatok és lehetőségek vannak ebben, arról nem is beszélve, hogy a jövőben akár még az orvos hiányt is enyhítheti mindez, hogyha a digitális technológia segítségével át lehet formálni, meg lehet leformálni mondjuk az orvos-beteg kapcsolatot, kommunikációt. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok téma és lehetőség van ebben, és erről fogunk beszélgetni. A vendégünk itt a stúdióban Kovács Máté, az AIP Labs társalapítója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Ha önöknek pedig bármilyen észrevételük, tapasztalatuk, kérdésük lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor tudják, ne habozzanak, hívjanak és mondják el a kérdésüket. 0630 116 38 44 a telefonszámunk, és akár bele is tudnak szólni a műsorba, és el tudják mondani a véleményüket. Szerintem lesz kérdésük. Úgyhogy vágjunk is akkor bele. Azért mondtam, hogy elképesztően érdekes téma, mert szerintem nem biztos, hogy teljesen képben van mindenki arról, hogy ez pont mit is jelent. Kicsit futurisztikusan hangzik még talán az, hogy távsebészet vagy robotok operálnak majd minket. Miközben annyit elárulhatok itt a hallgatóknak, hogy a műsor előtt már beszélgettünk, és teljesen természetesen mondta azt, hogy hát ez már javában zajlik. Szóval nem is annyira futurisztikus ez a feltételezés, de azért mondjuk el, hogy lehet ezt az egész történetet helyre rakni. Mit is jelent pontosan az, hogy digitális orvoslás van, és ebbe a kultúrába, ebbe a közegbe lépünk? Digitális orvoslásnak az a lényege, hogy van egy elképzelés a jövővel kapcsolatban, mindig önmagukat vezető autók, okosvárosok és robot orvosok. Úgy szeretném ezt kontextusba helyezni, hogy a bőrgyógyászattal kapcsolatban megvilágítom azt, hogy mit jelent a technológiának a legmagasabb, vagy a legmagasabb szintű, ma elérhető technológiának a mindennapokban való bevezetése, és akkor ezen keresztül próbáljunk meg arról beszélgetni, hogy a különböző egyéb disziplinákban ez hogyan tud jelentkezni. Tehát egy pár szóba összefoglalva, a kutatásfejlesztés és az innováció legnagyobb kihívása, hogy a betegek, az embereknek a számára minél szélesebb körbe el tudjuk juttatni azokat a technológiákat, amik mondjuk az alapját képezik egy ilyen távolsági sebészeti beavatkozásnak. Mesterséges intelligencia ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, olyan folyamatokon, feltanulási folyamatokon kell keresztül menjen, aminek a legfontosabb alappillére az az adat. És a nagyon jó minőségű, jól tisztított, orvosok által jóváhagyott, felcímkézett adat, ami alapján meg lehet tanítani. Egy picit hagy vágjak közbe, kezdjük ott, hogy mondjuk vegyünk egy konkrét példát, mondjuk valakinek van mondjuk egy, nem tudom, egy anyajegye, ugye ez volt a példa, és ugye itt arról beszélgetünk, hogy még az is elképzelhető, hogy neki nem kell buszra, villamosra szállnia, hanem akár egy otthoni lehetősége, vagy távformában, távmódon meg tudja állapítani egy orvos, hogy ez mit kell mondjuk ezzel az anyajeggyel tenni. Jól fordítom ezt le? Igen, nézzük a paciensnek az élményét. Tehát van egy bőrtünet, van egy viszkető, vagy egyéb fájdalmat produkáló elváltozás a bőrömön, csinálok egy fényképet, feltöltöm az applikáción keresztül, a másik oldalon pedig az orvos munkáját, a mesterséges intelligencia úgy segíti, hogy egy differenciál diagnózis felkínál neki, ott látja a betegnek minden adatát egy helyen. De ezt a kép alapján meg tudja állapítani, hogy neki mi lehet a problémája?
Úgy hívják a mesterséges intelligenciában az alapinfrastruktúrát, hogy ontológia. Amikor a mesterséges intelligencia tanul, akkor a különböző bejöveteli információk alapján különböző döntéseket hoz, és ezt egyrészt a kép alapján teszi, másrészt pedig a páciens által feltöltött egyéb adatok alapján, az életkor, a nem, a bőrön való elhelyezkedése a sérülésnek, vagy viszkető felületnek, és ez alapján egy differenciál diagnózis olyan környezetbe tálal az orvos elé a mesterséges intelligencia, hogy a lehető legergonomikusabb kialakítás van, minden adatot egy helyen lát, és ez segíti a döntésben, sokkal gyorsabban és pontosabban tud dönteni, sőt még az is előfordul, hogy olyan javaslatokkal áll elő a mesterséges intelligencia, ami esetleg nem jutott volna eszébe. Tehát mennyire megbízható egy ilyen történet? Csak azért, mert azért próbálom a hallgatóknak ezt lefordítani, hogy el tudjuk, vagy el tudják képzelni, hogy mondjuk, mert nyilván ugye az átlag embernek mi a tapasztalat? Az a tapasztalata ilyenkor, hogy elmegy az orvoshoz, leül a váróterembe, ott üldögél pár órát, mire bekerül, megnézik, megvizsgálják, csak nem is mondom végig ezt a történet, mert ezt szerintem mindenki ismeri. Most ehhez képest van, vagy létezik ez az új technológia is, vagy nagyon más történetről van itt szó. Szóval mennyire megbízható mondjuk egy ilyen fénykép, vagy az adatokkal összeállított diagnózis? Mondjuk úgy, hogy az esetek 90%-ában 80-90%-ában annyira megbízható, hogy valójában nem is lesz szükség arra, hogy utána fizikailag a páciens bemenjen klinikai látogatásra. Tehát van egy bőrtünet, elkészül róla a felvétel, a többi adatot beküldi a páciens, és visszakapja jó esetben azt, hogy nincsen semmi baja, kap egy vény nélkül felírható készítményt, vagy a felhőbe feltölti neki a klinikai oldalról a gyógyszert, és utána bemegy egy patikába, kiváltja. A következő follow-up vizsgálat. A következő vizsgálatra pedig szintén ugyanezzel a módszerrel, hogy a kanapéjáról készít egy fényképet, beküldi, az orvos látni fogja, hogy elértük a kívánt hatást, nem értük el a kívánt hatást, és ez alapján áll elő újabb terápiás javaslatokkal. Tehát nem is kell találkozni orvossal, nem kell otthonról kimozdulnia. Azt mutatják az adatok, hogy körülbelül az eseteknek a 25%-ában vannak esetleg 25-30% olyan elváltozások, amiket mindenképpen meg kell nézni személyesen. Melyek azok a területek még, ahol ez ilyen? Mert ahogy így elmondta, ez egész egyszerűnek tűnik. Szóval melyek azok a területek, amelyek ilyen könnyedén alkalmazhatók ebben a formában? Úgy itt most konkrétan az anyai jutott eszembe, mert erről is beszélgettünk egyébként, de azért sok probléma lehet. Melyek azok, amelyek így könnyen kezelhetők ilyen módon? A bőrgyógyászat területén belül három fő kategóriára tudjuk ezt osztani, fertőzésekre, autoimmunbetegségekre és ugye a tumoros, rákos elváltozásokra. Ez azért emelem ki ezt a három kategóriát, mert nincs, úgy tudom, a világon olyan mesterséges intelligencia, ami például autoimmunbetegségeket is fénykép alapján diagnosztizálna. Minden olyan egyéb disziplina, egyéb orvosi terület, amiről az ember egyszerűen tud fényképet készíteni, és nem kell hozzá külön eszköz, ilyenek például, hogyha az ember felvételt készít a szeméről, és az alapján meg lehet állapítani, hogy cukorbetegség fennáll, vagy fennáll-e a lehetősége a cukorbetegségnek, vagy nem. Ugyanide tartozik a kardiológiában az EKG, ami nagyon sok okos eszközbe be van építve, és ami alapján szintén orvosi képalkotó diagnosztikával lehet előszűrni, triázsolni a pacienseket, javaslatokat tenni, megállapítani, hogy van-e arra szükség, hogy egy napon belül, három napon belül, vagy mikor kell orvoshoz menni, van-e kockázat. Aztán vannak olyan technológiák, amik a légzésnek a sebességéből, vagy a szívhangból vesznek le. Minden olyan biomarker, amit egy okos eszközről le tudunk venni, és nagy mennyiségbe tudunk egyébként ilyen adathoz jutni, abból lehet olyan algoritmusokat fejleszteni, amivel az AI tudja segíteni az orvosoknak a munkáját, és főleg akkor van ennek nagy jelentősége, amikor arról beszélünk, hogy 2030-ra csak az Európai Unióban 10 millió orvos és egyéb egészségügyi szakember fog hiányozni a piacról, akkor nagyon fontosak azok a nem csak a diagnosztika, az elődiagnosztika, hanem az utánkövetése, műtéti kapacitás még csak-csak van elég, de nagyon-nagyon nagy stresszt helyez az egészségügyre a utánkövetése ezeknek a betegeknek, amiben szintén nagy szerepet játszhat a mesterséges intelligencia. Ebből a szempontból egyébként Magyarország hol tart? Már még beszélünk még konkrétumokról, csak ugye itt már az orvos hiányt említette, ez egy elég komoly probléma itt Magyarországon is.
és tényleg utána olvastam készülve a műsorra, azt lehetett látni, hogy tulajdonképpen világ tendenciáról beszélünk, tehát egyáltalán nem csak Magyarország, Európa, hanem tényleg mindenhol ez a jellemző, világszerte megfigyelhetők ezek a tendenciák, és hogy Magyarországon is egyre több szakember hiányzik a rendszerből, tehát ebből az következik, hogy akkor ezt egyre szélesebb körben fogják majd használni, gondolom én. Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert az egy dolog, hogy a jelenlegi esetszám, vagy előfordulása a különböző betegségeknek, milyen gyakorisággal mennek el az emberek orvoshoz, már a jelenlegi terhelés is azt mutatja, hogy nincs elég orvos, nincs elég orvos, nincs elég ápoló, nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag sehol a világon. Egyre tovább élnek az emberek, egyre több krónikus betegség van az időskorban, ami előfordul, és az látszódik, hogy nem nagyon lehet a technológia bevezetése helyett más alternatívát elképzelni. Szerintem Magyarország egyébként nem áll rosszul ilyen szempontból, mert nagyon magas minősége van az orvosképzésnek, és nem mindig adottak a legutolsó technológiai feltételek ahhoz, hogy Magyarország az élen járjon, de vannak olyan dolgok, amik be igenis élen jár, nem csak hardware, szoftver fejlesztésben is, és azt gondolom, hogy kiváló innovációs központ. Főleg azért, mert azok az orvosok viszont, akik itt vannak Magyarországon, olyan szakmai képzést kaptak, és olyan... Én azt gondolom mindig, amikor a magyar orvosokkal dolgozunk, hogy azt a terhelést, azt nem semmi vinni évről évre, napról napra, amit itt csinálnak, és ebből is látom azokat az irányokat, amikkel a napi szintű diagnosztikai utánkövetési munkájukat tudjuk segíteni, levéve a terhet legalább azokról a dolgokról, ahol a mesterséges intelligencia már most azonnal gyakorlatilag be tud lépni segítségként. Ahogy így hallgatom, eszembe jutnak a házi orvosok, mert hogy nagyon sokszor és sok házi orvossal beszélgetve egyéb ügyek kapcsán, és a másik szempont, amit behoznék az ide, a COVID, mert hogy a COVID idejében ugye kénytelenek voltunk, nem csak mi, hanem a házi orvosok is személyes találkozás nélkül megoldani a problémákat, és valamilyen diagnózist adni, vagy valahogy eljutatni az információt, és hát rengeteg probléma volt, tehát nyilván ön is találkozott vele, rengeteg probléma volt, hogy küldje, hogy nem küldje, milyen formában, elérje, nem érje, tehát most szerintem napestig tudnánk sorolni a problémákat ezzel kapcsolatban. Miközben, ahogy így beszélünk róla, hát talán az egyik olyan terület, ahol ez a technológia leginkább alkalmazható lehet, az a házi orvosok esetében van. Nekem az a vízióm a házi orvosokkal kapcsolatban, hogy egy ilyen diagnosztikai központ kell, hogy váljanak a jövőben. Már egyszerűen csak azért is, mert fogyóban vannak szerintem a házi orvosok mindenhol a világon. Földrajzi elhelyezkedésből adódóan is úgy látom, hogy összevonások a tendencia, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. És mivel nem minden házi orvos mögött van 20-30 éves praxis, és nem rendelkeznek a szakorvosi nüanszokkal ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjanak különböző betegségeket, az a jövőnek a kulcsa, hogy a házi orvosi rendelőkben, STK-kban olyan eszközök álljanak rendelkezésekre, amikkel az emberről fényképet készítve, vért levéve, különböző biomárkereket betáplálva egy rendszerbe, legyen egy átfogó, mesterséges intelligencia által segített előszűrés, ami utána tudja az ellátást következő szintjeire a betegeket irányítani, és az, hogy irányítja a betegeket, azt is jelenti inherens módon, hogy a nagy százalékukat valószínűleg nem fogja vakon beküldeni szakorvosi ellátásra, hanem gyakorlatilag felállít neki egy diagnózist. Mennyire a távoli jövő ez még a magyar házi orvosi rendszert nézve, hogy látja, és ugye beszélj majd a pénzről is, az is egy fontos tényező szerintem ebből a szempontból, nem is apró tényező, de mindjárt erről is szó lesz majd, mert hát most elnézve a házi orvosi rendszert, ez biztos, hogy nagyon komoly fejlesztést igényel, képzést igényel, és hát a másik oldalon társadalom részéről is egy komoly, hát hozzáadott értéket igényel, ne azt, hogy ez tényleg mind a két oldalon, vagy mind a két oldalról megvalósuljon. Hát egyrészt azt gondolom, hogy ezt a szükség is abba az irány. Én, bocsánat, de úgy szeretném megközelíteni ezt a problémát, hogy én mondjuk házi orvos vagyok, és az én praxisomban ismerem a betegeket 20 éve, ide járnak. Igen, csomó információ áll rendelkezésre. Igen, és akkor tegyük fel, hogy a nyugdíj előtt vagyok 80x éves koromban, és megpróbálom átadni a praxisomat. Aki utánam fog jönni, az nem fog ezekkel az információkkal az én betegállományomról rendelkezni, mert persze átadom az adatbázist, ami van,
van, de nem lesz meg az a az utódomnak a az a képessége, hogy a diagnózisnak olyan szintjét állítsa fel, mert nincs meg a megelőző ismeret. És én, mint házi orvos, azt keresem, hogy a praxisomban milyen technológiákat tudok megvásárolni akár saját magamnak, hogy én időt spóroljak, hogy én pontosabb diagnózist tudjak adni. És szerintem ennek egyrészt piaci alapon kell működnie, másrészt pedig azt gondolom, hogy lehet ennek az Európai Uniós szinten a forrásokat, nagyon sokat biztosítanak Európai Uniós szinten az egészségügybe. Biztos vagyok, hogy olyan technológiák lesznek. Egységes piacként kell tekinteni ezt a gazdasági blokkot, amik határokon túl elérhetővé fognak válni, és csak rá kell csatlakozni. Mennyi idő lehet ez ön szerint? Én nem tartom ezt a nagyon távoli jövőnek, ez lépésekbe fog történni. Az olyan, már ma is vannak olyan technológiák a házi orvosi rendelőkben, amik mondjuk a bőrgyógyászatban tudnak felmérni anyajegyekről, scoring rendszer alapján csinálnak egy analízist, hogy mekkora a kockázati faktora a bárkinek a testén található anyajegyekről. Az, hogy ez egy központosított, vagy általánosságban ezek a nagyon fejlett technológiák elérhetőek legyenek, szerintem ez egy 5-10 éven belül már a normalitás lesz, amit egyszerűen a szükség is fog hozni magával. Egyébként ugye már említettem korábban a COVID helyzetet, és sokan felhívták a figyelmet arra, hogy legalábbis a nemzetközi szakirodalomban, amit olvastam, hogy a koronavírus járvány, ugye, hát finoman szóval nehéz körülményeket teremtett az orvosok, betegek számára, és egyszerűen előhozta az igényt arra, hogy ezt valahogy hosszú távon is megoldják. Ez mennyire adhat lökést ennek a helyzetnek? Ez már visszafordítatlan lökést adott, mert a szükség ugye a legjobb módszere az innovációnak, vagy a legjobb ösztönzője, és számos olyan folyamat van, aminélkül, hogyha az ember hozzászokott, vagy olyan technológiai segítség, aminélkül már nem akar élni. És felmerül a kérdés, hogyha a COVID miatt bevezettünk digitális csatornákat, hogy a bejelentkezéshez már meg kell adnom néhány adatot, le kell írnom, hogy mi a problémám, készítek egy felvételt, beküldök egy EKG-t, akkor ezzel jelentős időt spóroltam. És a paciens az ugye azáltal tud segíteni az egész magán és az egészségügyön is, hogy a pilóta székbe ül, és ő megtesz minden tőle telhetőt az egészsége érdekébe, és ehhez az is hozzá kapcsolódik, hogy a diagnózis felállításához alá dolgozik az orvosnak, és a páciensnek meg a technológia dolgozik. És ugyanúgy az orvosi oldalon ezáltal több ideje van per paciens foglalkozni az esetekkel az orvosnak, ami azt jelenti, hogy kevesebb orvos, magasabb minőségben több beteget tud ellátni. Igen, ahogy így beszélünk, teljesen evidensnek tűnik, hogy hát persze ennek így kell történnie. Ugye beszéltünk arról, hogy, és majd mindjárt a konkrétumokról is, hogy ez Magyarországon mennyire elterjedt, leginkább ez a fajta program, vagy ez a infrastruktúra, ez hol található meg leginkább? Egyetemi közegekben, vagy inkább kórházakban, intézményekben? Szóval hol működik, és milyen formában jelenleg? Magának az innovációnak szerintem az egyetemek adnak otthont. Leginkább ott van összpontosulva az a kutatásfejlesztési tevékenység, amiből kifolyólag a következő lépésként az innováció is megvalósul. Vannak olyan iniciatívák, amik egymástól függetlenül nem rendszer szinten működnek, hanem ilyen kisebb projektekként, és majd összeállnak egy nagy egészé, ezek szerintem főleg az egyetemeken vannak, és a privát egészségügyben is, meg szerintem egyébként állami kórházakban is vannak kivételek, nem ismerem ezeknek a pontos hátterét, de azt gondolom, hogy az egyetemi innováció nagyon jelentős, és a COVID rávilágított arra, a nagy kapacitás hiányra, hogy innoválni kell folyamatosan ahhoz, hogy a beteg igényeket ki lehessen szolgálni. Nyitott egyébként az egészségügyi szakma erre, hogy látja, mert hát szóval, hogy mondjam, azt látni legalábbis, hogy most itt abszolút nem szeretnék politikai távlatokat behozni, de azért az, hogy az egészségügy Ben, mit és hogyan kell fejleszteni, mennyi pénzt szánnak erre, mert hogy nyilván ez pénz nélkül nem, úgy említettem majd, hogy itt éppen utána néztem, hogy mekkora összegek mozognak ebben az iparágban, hát döbbenetes. Nem Magyarországról beszélek, hanem világviszonylatban. Szóval, hogy itt azért ez nyilván komoly pénzt igényel beruházás szempontjából, és az egészségügy nem az a terület jelenleg, ahol tuskálnának a pénzben.
Szerintem az egészségügyi innováció a globális tendenciák alapján az nem feltétlenül állami oldalon kapja meg azt a hosszú távon megtérülő beruházási szükségletet, amivel olyan technológiák jönnek létre, amik utána a napi normalitássá válnak. Azt gondolom, hogy inkább arra kell az egészségügybe nagy figyelmet fordítani, hogy strukturálisan próbáljuk meg úgy kialakítani a rendszert. Azt kérdezte ugye, hogy az orvosok mennyire nyitottak. Egyébként azt gondolom, hogy nem nyitott a szakma általában az innovációra, mert élet és halál forog kocka. Tehát a nagyon magas a tét ebbe az iparágba, és mi, mint cég az AIP-ban arra fókuszálunk, hogy mindig az orvosok ugye kihasználja napi szinten a mi alkalmazásainkat. A rendszerünkben az orvosok dolgoznak, ezért nekünk az a célunk, hogy egy olyan ergonomikus környezetet teremtsünk, amikkel ők vannak megelégedve, amik az ő céljaikat is szolgálják. Miközben természetesen, mert ahonnan indultunk, a másik oldalról az volt, hogy a pácienseknek biztosítsunk egy olyan felületet, amit nagyon nagy magabiztossággal, kényelmesen, a lehető leggyorsabban diagnózis kapva tudnak használni. Mi ebbe az irányba is fogunk tovább menni. Azt látom, hogy a világban rengeteg pénz folyik az Egyesült Államokba, Ausztráliába, az Európai Unióba, egészségügyi innovációba. Az USA-ban szerintem a körülbelül 20 trilliós GDP-nek majdnem a 20%-a egészségügyel kapcsolatos költség, ami azt is jelenti, hogy nagyon nagy a lehetőség arra, hogy behozzunk technológiákat, amik utána itt a napi rutinnak a részévé tudnak válni. Ja, azt hittem, hogy még fönnmaradt a hangja, azt hittem, hogy befejezi a mondatot, de akkor nyilván azzá válhat még. Viszont akkor egy pár perc türelmet fogok kérni a hallgatóktól, egy picit szusszanunk, tényleg csak néhány percet, viszont Kovács Máté, az AIP Labs társalapítója itt marad a stúdióban, úgyhogy innen tudjuk majd folytatni, és beszélünk majd még arról, hogy mennyire tudnak műteni, mondjuk van-e olyan, hogy távsebészet, tehát messziről lehet-e például műteni, és ha igen, akkor hogyan kell például ezt elképzelni, és hát a pénzről is szó lesz, ezt is ígértem, úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, már is folytatjuk a Beszólót, interaktív közéleti műsor, ahogy az előbb hallhatták, és nagyon-nagyon érdekes témánk van ma, mert hogy digitális orvoslásról, távorvoslásról, patikai orvosi robotokról beszélgetünk, egy kicsit így a jövőbe nézünk, bár az előbb is kiavítottam saját magamat, mert hogy sok tekintetben, amit az előbb említettem, már rég a jelen, és egyáltalán nem a jövő. Ugye ezekről a témákról beszélgetünk Kovács Mátéval, az AIP Labs társalapítójával, úgyhogy folytassuk, köszönöm szépen, hogy itt maradt. Ha pedig önöknek bármilyen kérdésük, észrevételük van, vagy akár saját tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, akkor nagyon-nagyon várom a hívásukat, kérdésüket, észrevételük 0630 116 38 44 a telefonszámunk, és akkor folytassuk is a beszélgetést. Ugye ott hagytuk abba, hogy nagyon-nagyon sok szempont van, hogy Magyarországon ez hogy működjön, és próbáltam kérni arról, hogy fordítsuk le ezt a folyamatot a felhasználó oldalára. Ugye arról beszélgetünk, hogyha valakinek mondjuk van egy anyajegye, akkor ehhez nem kell neki bemenni akár a házi orvoshoz, vagy bármilyen más orvoshoz, hanem ezt egy technológia segítségével, beküldött fotóval és egyéb adatok alapján meg lehet állapítani, hogy milyen diagnózisra van szükség, és hogy ez más területeken is alkalmazható. És ugye arról beszélgetünk, hogy mennyire lehet ezt kivitelezni, melyik az a területe jelenleg Magyarországnak, akár a magán orvosi szféra, vagy az állami, ahol ez alkalmazható. Hogyha egy picit előre néz a jövőbe, akkor hogy látja, hogy fog ez működni? Most képzeljünk el az ideális jövőt magunk elé. Hogy látja, minek kell ahhoz a jelenlegi egészségügyi rendszerben módosulnia, hogy mondjuk ez ideálisan így működjön ez a rendszer?
A mesterséges intelligenciának az egyik a zászlajára tűzött jeligéje az az, hogy egyenlőséget tud hozni a legalábbis az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférésben. Ami azt jelenti számomra, hogy a mesterséges intelligencia alapú diagnosztika, amiben adott esetben a jövőben már nem is kell az első vonalban orvos részt vegyen, hanem a súlyosságát egy adott léziónak, vagy egy adott tünetnek, egy kórképnek meg tudja állapítani a mesterséges intelligenciába. Mesterséges intelligencia egy jelzést tud adni a paciensnek, és azt gondolom, hogy ez a társadalombiztosítóknak a palettájába ez be fog épülni az egész világon. A másik az pedig, hogy a sebesség nagyon fontos, amikor az ember aggódik azon, hogy van valamilyen probléma a testével, és lefotózom, maradjunk a bőrgyógyászatnál egy pillanatra, a léziót, az anyajegyet beküldöm a rendszerbe, azt mondja a mesterséges intelligencia, hogy ez megér egy felülvizsgálatot, mert itt valószínűleg van valamilyen komolyabb kórkép, akkor vagy a biztosítom fizeti, ez lehet az a társadalom biztosítás utána a terápiát, vagy egy privát egészségügyi biztosító, illetve tudok valószínűleg azért fizetni, hogy én gyorsabban jussak a végleges diagnózishoz. Ez már egy picit ilyen piaci alapú működés. Szerintem ez a két dolog egymás mellett fog menni. És egyébként, hogyha konkrétan arról beszélünk, hogy ez a program, vagy ez a mesterséges intelligencia, amivel önök foglalkoznak, amit fejlesztenek, ez konkrétan ilyen típusú vizsgálatokra teszi alkalmassá mondjuk akkor az egészségügyet? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Az ilyen típusú lehetőségekre például ezen kívül, vagy mire még? Én úgy kezelem most ezt a kérdést, hogy mi gyakorlatilag egy digitális kórházat üzemeltetünk. Tehát abban most a bőrgyógyászat az első disziplína, mert azt nagyon egyszerűen mindenki a kezébe, tehát a okostelefonja a kezébe vételével meg tudja tenni az első lépést. Csinál egy makroszkopikus felvételt, és feltölti, kitölti a többi alapkérdést, amit a mesterséges intelligencia feltesz, és a következő lépésben minden olyan adat, amit még én le tudok venni a testemmel kapcsolatban, azt be tudom küldeni ebbe a digitális kórházba, akkor mi össze tudjuk kötni a megfelelő szakorvossal. A diagnózi előtt tudjuk diagnosztizálni az esetet, azt tudjuk mondani, hogy sürgős, nem sürgős, menjen el orvoshoz egy hét múlva, vagy azt javasoljuk, hogy itt van a szakorvos a platformunkon, van lehetőség online videókonferenciába beszélni a szakorvossal, vagy pedig mindenképpen azt javasoljuk, hogy azonnal tessék orvoshoz menni. Tehát igazából időt spórolnak, ha jól értem ezzel, a paciensnek. Hát a paciensnek az idősporolás, van ez a telemedicína, ami a COVID alatt nagyon nagyot futott. A világon tendencia volt az, hogy az emberek nem mehettek be, mert a fertőzés veszély nagyon nagy volt, és nem lehetett egy zsúfolt rendelőbe várakozni 20-30 percet, és ezért online videó hívásokba konzultáltak az orvosokkal. Ez az orvos szempontjából nem túl jó, mert ő ugyanúgy ott van a rendelőbe, várja a beteget, ugyanannyi időt szán rá. Neki akkor tudunk segíteni, hogyha ezeket a pacienseket átirányítjuk egy olyan csatornán, ahol a mesterséges intelligencia kérdéseket tesz föl, vagy adatokat fogad be tőlük, és az alapján utána a következő lépésbe kerülnek már kisebb számba a szakorvosok elé. Mennyi, hogy látja egyébként, hogy beszélgetünk arról, hogy az orvosok mennyire nyitottak erre, mennyire szeretnének, vagy mennyire szeretnék ezt a lehetőséget alkalmazni. Azért is kérdezem, és nem félrejtésnehesség, nem szkeptikus akarok lenni, sőt, nyilvánvalóan ez a jövő. De hogyha nyilván nagyon sok orvosi szervezettel, egyetemi orvosokkal találkozik, mennyire nyitottak arra, hogy ezt használják, ezt a lehetőséget? Az elején, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor éreztem egy bizonyos fajta távolságtartást, szkepticizmust. Általában, ha valaki nagyon dominál egy szakterületet, akkor mindig a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az lesz a véleménye, hogy jó, de én jobban fogom azért tudni 10-ből 9-szer. És azt gondolom, hogy nem ez a lényege egyébként a mesterséges intelligenciának. Tehát a találati arányunk nagyon magas, és ugyanazok azt gondolom, hogy meggyőztük azokat az orvosokat, akik most konkrétan a szemelve, hiszen napi szinten dolgoznak a rendszerben,
és látják, az a tapasztalat, hogy az egyik kollégát idézem, hogy a rendszer isten ilyen működik, mert kiveszi a napi rutinból azt a részt, ami a legfájdalmasabb, az a rész, ahol nagyon repetitív dolgokat kell csinálni. Tehát a sorban állásos részre gondolunk? Nem, csak hát a páciens oldalon igen. Én rengeteg pacienssel is beszélgettem, hogy milyen volt a tapasztalat, és nagyon-nagyon nagy túlnyomó többségben mindenki elégedett, mert azt mondja, hogy megcsináltam a fényképet, 3 nap múlva bementem a patikába, kiváltottam a gyógyszert, bekentem, és majd egy hét múlva ha még mindig viszketet lefotóztam, újra elküldtem, megismételtük a folyamatot, és nem kellett kitennem a lábamat otthonról. Az orvosi oldalról pedig az a tapasztalat, hogy amikor már elkezdődik egy ilyen rendszernek a napi szintű használata, és az jól működik, mert az a legfontosabb, hogy itt 100%-ban a orvosi folyamatba be kell építeni azt, amit csinálunk. Tehát ez majdnem ugyanakkor a kihívás, mint maga a mesterséges intelligencia fejlesztés, hogy az orvos keze alá úgy dolgozzon a rendszer, hogy az tényleg ne hagyjon semmilyen, tehát mindenképpen időt kell spórolni. Beszéltünk, vagy szeretnék egy picit a pénzről is beszélni. Azért mondtam, mert utána olvastam, és hát egyöntetű a vélemény arról, hogy ez a jövő, és világszerte az egyik, ahogy fogalmaznak itt a szaklapok, az egyik legdinamikusabban növekvő piacról van szó. Az egészségügyi digitalizációt, ugye, ahogy ezt nevezik, kicsit átfogóban, nem, tehát nem csak kifejezetten a mesterséges intelligencia használatáról van szó, hanem általában is az egészségügynek a digitalizáció. Ez ennek mekkora része, és ön hogy látja, hogy egyáltalán ebből a szempontból hogyan haladunk, hogyan lépünk, és mekkora pénzekről beszélünk itt. Most megnéztem az adatokat, ez a bizonyos egészségügyi digitalizáció, hogy nagyon-nagyon sok minden belefér, erről is majd beszéljünk. Itt szakértők szerint például a 2019-es adatot találtam, nem a legfrissebb, de lehet, hogy van önnek frissebb is. 175 milliárd dolláros szintről azt jósolják, hogy 2025-re eléri például a 660 milliárd dollár, szerintem ezt föl se lehet fogni, hogy mekkora összegről beszélünk, legfeljebb a tendenciákat, tehát azt látni, hogy itt rohamosan nőni fog az ilyen irányú befektetés. Nyilván Magyarország egy picit szerényebb ebből a szempontból, de hogy kell ezt elképzelni, ebbe önteni kell majd a pénzt, és ez főleg a magánegészségügyet érinti majd leginkább? A forrásnak mindenképpen kell lennie, ami a kutatásfejlesztést és az innovációt tudja előre mozdítani, de azért nem arról van szó, hogy ne lehetne Magyarországról világsikereket elérni. Például 2015-ben volt Magyarországon egy olyan kardiológiai innováció, ami nagyon sikeres volt, és hogyha az Egyesült Államokban futott volna be nagy karriert, mert ott is volt egy hasonló cég, az mondjuk nyilvánvalóan a számokat összehasonlítva körülbelül az jön ki, mintha az Egyesült Államok GDP-ét a magyarországihoz hasonlítanánk. De nem feltétlenül csak arról van szó, hogy rengeteg pénz kell. Pénz mindenképpen kell az innovációhoz, és a pénznek kell jönnie a privát szektorból, kell jönnie a állami szektorból, meg kell adni azokat az infrastruktúrákat, az innovációs ökoszisztéma, például Finnországban, ami egy Magyarországnak kisebb lakossága rendelkező ország, annyira fejlett, hogy 1,2 milliárd dollár ment például tavaly kockázati tőke alapokba, cégekbe, startupokba, amiknek egy jelentős része az egészségügyi fejlesztés. A következő 10 év az egyértelműen arról fog szólni, hogy minél tovább éljenek az emberek, minél magasabb életszínvonalon, és ehhez kellenek hardveres fejlesztések, kellenek szoftveres fejlesztések, egész ökoszisztémákat kell kialakítani e köré, meg kell változtatni azokat a beidegződéseket, ami alapján ma természetesnek vesszük, hogy az első feladatunk, amikor valamilyen problémával, egészségügyi problémával szembesülünk, hogy egy orvost felhívunk, felkeressük, be kell építeni azokat a rutinokat, vagy be kell építeni olyan napi rutint, ami az egészségügyel kapcsolatos, hogy inkább a megelőzésre menjünk. És a megelőzéssel kapcsolatos technológiák azok egyébként, amik a pénzt meg fogják tudni spórolni. 90%-ban elmondható. Nem, de inkább úgy mondom, hogy a megspórolható pénz az egészségügybe, az 90%-ban a prevencióból jön. Csak ma az incentíva, az ösztönző rendszerek, azok például az USA-ban, ami a legnagyobb piac, abszolút a terápia és a gyógyszerek felé vannak beállítva. Tehát azok a cégek keresnek sok pénzt, akik gyógyszert adnak el, vagy azok a cégek, akik terápiát, és nem akik diagnosztikát vagy prevenciót tudnak hozni. Holott hosszú távon a sok pénz, ami a kutatásfejlesztésből innovációba megy, és diagnosztika és a technológia elérhetővé tételével a paciensek számára eléri azt, hogy
kevesebb betegség jusson el abba a fázisba, ahol már kezelni kell. Egyébként, ha már a gyógyszereket említette, szerintem akkor hozzuk ezt is idebe, hogy itt mennyire lehet összekötni ezzel a területtel. Itt utánolvasva ennek azt látni, vagy nagyon sokan kiemelik azt, hogy ugye ez elválaszthatatlan ez a két terület, mármint az orvoslás és a gyógyszer kereskedelem is, és ugyanígy digitalizálható. Nyilván ennek már megvannak az előzmény, egyébként Magyarországon is, de hogy ez mennyire működhet így együtt, és az önök esetében ez a terület is bejön a fejlesztésbe? A gyógyszerkutatás az egy ilyen háromszöget, ha elképzelünk, akkor az van a csúcson, ahhoz kell a legtöbb forrás, a legtöbb pénz, a legtöbb adat, és egyértelmű tendencia a personalizált gyógyszer. Tehát DNS alapján megnézik különböző populációkban egy krónikus betegségnél, rákos elváltozásoknál, hogy milyen hatóanyagra ki hogyan reagál, milyen mellékhatásokat hogyan lehet csökkenteni. És a mi célunk, mint cég egyértelműen az, hogy alá dolgozzunk az olyan kutatásoknak, amik a personalizált gyógyszergyártásba. Ezt hogy képzeljük el? Picit beszélj már a felhasználó oldaláról is, hogy ezt hogy lehet elképzelni? Ugye említette azt az előbb is, hogy valaki beküldi az anyagát, diagnosztizálják, megkapja a receptet, elmegy a gyógyszertárba. Így kell ezt elképzelni a felhasználó oldaláról, vagy hogyan? A hosszú távon biztos, hogy valami hasonló lesz. Egyelőre az biztos, hogy laborvizsgálatok fogják megelőzni az ilyen dolgokat, és ez még egy picit... Odébb van. Egy picit odébb van, de nem sokkal. Pont néhány héttel ezelőtt egy spanyolországi kutatóegyetemnek az orvosaival egy labor vizitán voltunk, a Semmelweis Egyetem egyik képviselőjével, és azt látjuk, hogy rohamtempóval haladnak, és itthonról is be lehet kapcsolódni ezekbe a nemzetközi kutatásokba. Adatmegosztással például a magyarországi lakosság körében előforduló krónikus betegségekkel, hogy milyen, pontosan azért, hogy ezeket az adatokat felhasználva pontosabban lehessen personalizálni egy adott népcsoporton belül is a gyógyszereknek a hatóanyagát. Azt is olvastam még, hogy nagyon komoly betegségek esetében is nagyon-nagyon komoly segítséget nyújt. Tehát itt a daganatos betegeket szokták ugye leginkább emlegetni, hogy itt az ő, hogy mondjam, kezelésük esetében is megszűnnek most már határok, tehát ugye itt lehet akár küldözni, vagy tényleg egyik helyről a másikra elküldözni az információt. Ugye említette ön is, hogy mennyi adatra, információra van szükség. Tehát ahogy én ezt így próbálom a felhasználói szempontból lefordítani, ez olyan lehet talán, mint egy ilyen adatbank, ahol valakinek megvannak mondjuk a daganatos beteg esetében, vagy bármilyen más súlyos betegség esetében az ő adatai, információi, és akár lehet konzultálni más orvosokkal, tanácsot kérni, orvosi segítséget kérni, gyógyszer vonatkozásba segítséget kérni, ez mennyire helytálló ez a helyzet? Egyedi esetekben biztos, hogy helytálló. Szisztematikusan nem tudom, hogy most pontosan például az adatcsere platformok hogyan működnek, de a kutatásfejlesztési területen, mondok egy példát, van egy 30 ezer darab betegnek a felvételéből álló adatbázis, és ott az a kihívás, hogy tudom ezt megosztani én Spanyolországból Magyarországra, vagy fordítva úgy, hogy a pacienseknek az adatait tiszteletben tartva a GDPR előírásokat meg tudjam osztani, hogy ez alapján is előre mozdítsunk egy adott gyógyszernek a kutatásával kapcsolatban egy lépést. És ezek a szisztematikus kutatást érintő dolgok, ebben nagyon nagy ma a pörgés, hétről hétre nagyon sok adat keletkezik. Ezeket az adatokat fel kell dolgozni, ahhoz pedig arra van szükség, hogy szakorvosok pontosan tudják, hogy mit keresnek, akkor ezt a gyakorlatba, a diagnosztikába ma szerintem kevéssé használjuk, ami probléma egyébként olyan szempontból, hogy a orvosi véleményt nem csak mesterséges intelligenciával éri meg összehasonlítani, hanem sokszor nagyon jó, ha egy orvos segítséget tud kérni a diagnosztizálásba egy másik orvostól, aki földrajzilag akár lehet a világ másik oldalán is. Erre mindig egy olyan példát szoktam felhozni, amikor egy amerikai hedge fund menedzser egészségügyi problémájára azt mondta egy belgyógyász, hogy neki valószínűleg az élete végéig, és még nem volt 60 évese, egy ilyen kisebb beavatkozáson kell keresztül mennie minden csütörtökön.
És ez így ment egy pár hónapig, amikor azt gondolta ez az úriember, hogy lehet, hogy itt lenne az ide, hogy megkérdezzen egy másik szakembert, aki viszont azt mondta, hogy egy nagy műtéttel el lehet intézni, de végül a harmadik az lett, hogy egy teljesen semleges diagnózis alapján gyakorlatilag megszűnt a probléma, egy kicsi életmódváltása volt szükséges. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a mesterséges intelligencia és minden olyan digitalizált adattranszfer, ami alapján ki lehet szélesíteni a perspektívát egy adott betegséggel kapcsolatban egy adott személynél, az segíteni fog abba, hogy a lehető legjobb personalizált diagnózis legyen, és ne azokkal a módszerekkel éljünk, amik mondjuk az elmúlt 100 évet meghatározták, és gyakorlatilag a personalizált medicina irányába tudjunk haladni. Ha már a personalizációt emlegette, tehát az, hogy személyre szabottan ezek hogyan működnek. Itt arról azt mondtam a műsor elején, hogy mennyire futurisztikus vagy nem futurisztikus ez az elképzelés, és itt ugye sokan mondjuk a robotokat hozzák elő, mint mesterséges intelligenciáról. Egy csomó embernek ugye ez jut az eszébe, és itt szerintem mondjuk el, hogy ez már rég nem, tehát rég nem a jövőről beszélünk, hanem a jelenről, ugye erről mi is itt az előbb már beszélgettünk a műsor szünetében is, hogy az, hogy mondjuk távsebészet működhet már, ugye itt a Da Vinci robotot szokták mindig emlegetni, a nagy klasszikust, hát ezt már szerintem nagyon sokan ismerik, ugye itt három dimenzióban látja a sebész egy képernyőt, a testet, a kézmozdulatokat, ugye egy robotkarrendszer követ, tehát ezt most így simán el tudjuk képzelni. Ez mondjuk távlatokban mennyire lehet működőképes, akár Magyarországon, vagy mennyire meghatározó, mert ez a kép úgy mindenki előtt ott van szerintem, nem? Hogy akár ez is elképzelhető a jövőben. Szerintem a nagyon távoli jövőben akár annak is lehet a nagyon magas az előfordulása, hogy ezeket a távsebészeti beavatkozásokat már mindennapivá fogjuk konszideralni. Ami a közeljövőt meghatározza, az úgy gondolom, hogy a sebészeti szakterületen az a azonnali visszajelző okos rendszerek, az olyan hardvereknek, sebészeti eszközöknek a használata, amik segítik azonnali visszajelzést kapni mondjuk egy vágás után az orvost. Ez nem az én szakterületem, de amit beszélni szoktam a szakma szereplőivel, az az, hogy az orvosi döntéstámogatás és az orvosi, mondjuk így, ami az orvos kezét tudja vezetni, segíteni. Ezek azok a megoldások, amik már szerintem ma is nagyon nagy előfordulással vannak, és valószínűleg egy hosszabb átmenet lesz odáig, hogy az legyen a normális, hogy valaki a tengeren túron operál például távsebészettel. De azt hozzátenném, hogy az ilyen nagyon nagy lépéssel járó innovációnak általában vannak szükség, tehát a szükség szokta szülni ezeket a megoldásokat. Ausztráliában például már a kormány engedélyezte azt is, hogy mesterséges intelligencia emberi beavatkozás nélkül tudjon bőrrákról diagnózist adni, vagy potenciális bőrrákról. Ugye Ausztráliában a legmagasabb előfordulása a bőrrákos eseteknek. Uh-huh. És a COVID alatt, amikor nyilván a nagyon nagy földrajzi távolságok miatt nem tudtak a paciensek egyszerűen orvosi felügyelet alá jutni, akkor a mesterséges intelligencia volt a második legjobb megoldás. És amikor már az van, hogy a szükség ott van, akkor ezek a dolgok szabályozói szinten is előre tudnak mozdulni. Uh-huh. Ilyenkor mindig az is eszébe jut az embernek, ugye, hogy mennyire pótolható vagy nem pótolható az ember, vagy a emberi tevékenység, az agyi tevékenység és a mesterséges intelligencia, vagy ezt ebben a kérdésben érdemes ketté választani, vagy sem. Tudja, ez egy klasszikus kérdés, ezt mindig meg szokták kérdezni, hogy ez mennyire működhet, vagy mennyire nem működhet. Egyáltalán pótolható-e az ember valamilyen szinten? Most egyértelműen azt mondom, hogy nem pótolható, mert nem szabad dehumanizálni az egészségügyet. Szerintem pont arról van szó, hogy az orvosokat kell a legfontosabb eszköznek, az egészségügy legfontosabb alapjának tekinteni, és mindent megtenni azért, hogy az idejük legnagyobb részét azt emberekkel való foglalkozással, diagnosztizálással tudják eltölteni, de úgy, hogy minden technológiai hátteret megadva ahhoz, hogy a repetitív, akár adminisztratív dolgokkal, vagy az ismétlődő diagnózisokkal ne a szakorvosokat terheljük, hanem képzeljünk el egy olyan hierarchiát, amiben nem szakorvosi képesítéssel mondjuk akár egy nővér is nagyon nagyot tud dobni az egészségügyi ellátáson azzal, hogy egy
dermatoszkóppal, amivel ugye lehet közeli fényképet készíteni egy anyajegyről, ha még valaki várakozik, csinál róla egy képet, és mire az orvos elé jut, addigra már látja ő maga is a pontos diagnózist, látja a differenciál diagnózist, terápiás javaslatokat félig automatizáltan ki tudja választani a rendszerből. Szerintem az orvosoknak szuperhumán képességeket kell adni mindig az utolsó technológiával, és nem arra törekedni, hogy helyettesíteni tudjuk őket. Egyébként, ha mondjuk egy házi orvos, vagy ahogy említett, hogy főleg egyetemi közegekben használják ezt jelenleg, vagy kórházi közegben, szóval egy picit visszatérve az anyagiakra, hogy mondjuk mennyi pénzre lenne szüksége ahhoz, akár egy kórháznak, egyetemnek, házi orvosnak, hogy mondjuk ezt akár magát a programot használja. Szóval ez milyen nagyságrendről beszélünk itt? Nem beszélünk nagy nagyságrendről. Itt igazából az integrációnak mindig van egy költsége, de hosszú távon úgy kezd konsziderálni, hogy per eset alapján van a finanszírozás. Tehát, mondjuk már valami konkrétumot, ezt hogy képzeljük el? Ezt úgy kell elképzelni szerintem, hogy körülbelül 30 ezer forint, vagy 70-80 euró az európai piacon például egy bőrgyógyászati teledermatológiai vizsgálat. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy teledermatológia, mi digitális dermatológiát csinálunk gyakorlatilag, nem egy pici részét irányítjuk a pacienseknek a digitális vonalra, hanem mindenkit, és körülbelül az 1/5-ére tudjuk csökkenteni a költségeit a paciensnek, hiszen nekünk a folyamatnak minden lépésében sokkal hatékonyabb a működésünk, tehát azt tudom mondani, hogy körülbelül 20-40 euró között van a belépési küszöbe egy ilyen diagnózisnak, ami mögött orvos is van. Tehát magyarán, hogyha valaki mondjuk ezt igénybe szeretné venni, akkor mit kell, mit kell csinálnia, mit kell lépnie? Szerintem ez a biztosítási vonalon fog eldőlni. Tehát ugye alapvetően a mi ügyfeleink azok biztosítótársaságok lesznek a jövőben, akik nagy egészségügyi portfólióval rendelkeznek, és minden a biztosítási portfólióban lévő személy gyakorlatilag hozzáférést fog kapni korlátlan módon, vagy valamilyen módon korlátozottan. Monitoringra például lehet egy olyan előfizetési tervet készíteni, hogyha valakinek már korábban volt elváltozása, és szeretné figyelemmel követni, akkor minden héten, minden hónapban tudja használni, és annak nincsen már külön költsége. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon jelentősen megfogja a személyre szabott terápiát, vagy igazából a diagnosztikát olcsósítani. Tehát, hogy olcsóbb lesz. És ezt, ha a másik oldalt nézzük, az orvosi oldalt, ott milyen nagyságrendű befektetést igénye, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogyha mondjuk egy egyetemi, vagy bármilyen más közeg szeretné ezt használni magát, ezt a technológiát, akkor ez mekkora befektetés igénye a részükről? A befektetés igénye az igazából minimális, mert mi nagyon sokat fektettünk abba, hogy moduláris felépítésű legyen a szoftver. Tehát igazából a meglévő ellátórendszerekben nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni, tehát itt igazából nem tudok olyan becslést mondani, ami meghaladná azt az értékküszöböt, amit már befektetésnek konsziderálnék. Akkor itt viszont szusszanunk egy következőt. Nagyon-nagyon sok minden és nagyon sok érdekes információ elhangzott a jövő orvoslásával, egészségügyével kapcsolatban, úgyhogy Kovács Mátéval valószínűleg folytatjuk, akkor itt a stúdióban az AIP Labs társalapítójával. 4 órakor hírek, és aztán utána itt lesz majd a műsor első felében Havasi Gábor, ő a Momentum egészségpolitikusa és a Fővárosi Közgyűlés egészségügyért felelős tagja. Megkérdezzük majd, hogy például mindaz, amit az előbb elhangzott költségekkel és egyebekkel egyáltalán milyen formában, módon lehetne használható, mondjuk akár a fővárosban, és aztán utána a műsor második felében olyan 16:30-tól itt lesz Rékasi Balázs, orvos, ő viszont egészségügyi szakközgazdász is, és vele is ugyanezeket a témákat átbeszéljük, hogy mennyire használható mindez a mai egészségügyben, úgyhogy már is folytatjuk. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, már is folytatjuk a mai beszólót, és tényleg nagyon érdekes a mai témánk, persze minden téma érdekes, de mai is nagyon. Digitális orvoslásról beszélgetünk, és arról, hogy a mesterséges intelligencia mennyire tud segíteni az egészségügyben. Erről beszélgettünk egy órán keresztül itt Kovács Mátéval, az AIP Labs társalapítójával, és ugye azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok feltételnek kellene ehhez megfelelni,
használni, de ez a jövő, és mindenképpen ebben kell majd hosszú távon gondolkoznunk. Elég sok pénz is kellene hozzá, fejlesztés is kellene hozzá. Nyilván nagyon-nagyon sok feltétele lenne ennek. És ezzel folytatjuk ezzel a témával Hamasi Gáborral, a Momentum egészségpolitikusával, a Fővárosi Közgyűlés egészségügyért felelős tagjával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát nagyon-nagyon sok kérdés felvetődött itt a beszélgetés során, és számomra az volt ezzel kapcsolatban a legfőbb kérdés, hogy a magyar egészségügy, vagy akár csak a fővárosi egészségügyi rendszer mennyire alkalmas egyáltalán arra, hogy mondjuk mesterséges intelligenciát tényleg alkalmazzon, és ezáltal megkönnyítse mondjuk az orvos-beteg kapcsolatot, leegyszerűsítse a folyamatokat, különböző online megoldásokat alkalmazzon, és ezáltal picit felgyorsítja az egészségügyi ellátást a felhasználók szempontjából, betegek szempontjából. Hogy látja? Azzal kezdeném, hogy a magyar egészségügy akár Budapesten, akár országosan is szélsőséges különbségek jellemzik. Valahol nemhogy a 21. századi, de a 19. századi körülményeknek sem biztos, hogy megfelel a kubatúra, mondjuk egy rendelő épített környezete, vagy az ellátás épített környezete. Valahol pedig a legmodernebb, legkorszerűbb ellátás is elérhető, főleg budapesti országos intézetekben, egyetemi csúcsintézményekben, már robotsebészetről beszélünk, meg lehet, hogy mesterséges intelligenciára is vannak, alkalmazására is vannak kísérletek, míg máshol pedig még mondjuk egy digitális beteghívó rendszer sem érhető el. És akkor mi következik ebből? Mármint olyan értelemben, hogy mennyire lehet alkalmazni, vagy mennyire felkészült lehet, mondjuk akkor, ha ideális eseteket nézzük, mondjuk azok a területek, ahol a legfejlettebb, mondjuk így az egészségügy Magyarországon, ott ezek a technológiák alkalmazhatóak, és ha igen, akkor milyen feltételek ez? Hogy kell ezt elképzelnünk, mi most a döntéshozói folyamat ezzel kapcsolatban? Hát döntéshozóként elsősorban, és itt ugye döntéshozói pozícióban én Budapesten vagyok, azzal kezdtünk el foglalkozni, hogy ezeket a szélsőséges különbségeket elkezdjük kiegyenlíteni, és ebből fakadóan elsősorban infrastruktúra fejlesztésekkel kezdtük a munkát 2019 év végén. Hogyha általában az egészségügyről beszélünk, akkor például a mesterséges intelligenciának én amiről tudok próbálkozásokról, és amit be is lehet nevezetni akár szélesebb körben, ez a például radiológiai diagnosztika területén lehetséges. Itt már a legtöbb rendszer digitalizált, CTMR felvételek, röntgenfelvételek digitálisan készülnek el, és már ezek többségét például távdiagnosztikával látja egy orvos, tehát nem ott ül a leletező orvosa, ahol a felvétel készül. Ja, és mivel ez már egy digitális rendszer, ami széles körben elterjedt, erre akár mesterséges intelligenciát is, vagy különböző új 21. századi programokat is lehetne alkalmazni. De hát ettől még azért mondom, szerintem a ellátórendszer egészét tekintve távol állunk, és azt gondolom, hogy először olyan körülményeket kell teremteni, hogy zárkóztassuk fel a nagyon elmaradott részeit az egészségügyi ellátórendszernek, megfelelő körülmények közé érkezzen egy beteg vagy egy járóbeteg budapesti polgár vagy egy bárhol az országban, és utána pedig kezdjük el a 21. századi technikákat is bevezetni. Erre is vannak egyébként kísérletek, például a 7. kerület most egy úgynevezett telemedicina programot indít el, tehát a házi orvosoknak olyan eszközöket szeretnének biztosítani, amivel a betegeket otthon is tudják felügyelni krónikus betegek gondozásában. Ez egy nagyon nagy segítség lesz a pácienseknek is, és a kezelő orvosoknak is. Akkor viszont hagyj ragadja már meg ezt a példát, amit említett itt a 7. kerületben, mert pont ennek kapcsán, vagy erről is beszélgettünk itt Kovács Mátéval, hogy nyilván felhasználói szempontból ez lenne az ideális, ahogy ön is említette, hogy a betegnek ki se kell otthonról mozdulnia mondjuk, és megoldódik a problémája, el tudja küldeni mondjuk egy fotóval, vagy más formában az ő helyzetét, és akkor a diagnózist megkapja, anélkül, hogy mondjuk ki kellene tenni a lakásból a lábát. Ez itt a 7. kerületben hogyan valósult meg, milyen folyamata volt ennek, és mekkora a lehetőség annak, hogy mondjuk akár más kerületekre, esetleg egész Budapestre ki lehessen ezt terjeszteni. Szóval ezt hogy kell ezt elképzelnünk?
Vannak jó példák. A 7. kerületben ez még nem valósult meg, ez most fog indulni reményeink szerint az Egészséges Budapest program támogatásaiból, hogyha a kormány is jóvá hagyja a kerülettel közös terveinket, de van megvalósult példa is, például Zuglóban, ahol a szakrendelő indított, külön létrehozott egy olyan centrumot, ahol szív- és érrendszeri betegek és különböző anyagcsere betegségekben szenvedő krónikus betegek távgondozását teszik lehetővé olyan digitális telekommunikációs eszközökkel, amelyek akár a szívműködést kontrollálják, vagy vérnyomásmérő, ami az orvosi rendelőbe továbbítja, amiért adatokat, vagy különböző ilyen beteg mellett elérhető eszközök, vércukorszínmérő és a többi, ami egyszerű vizsgálat, a beteg is el tudja végezni, és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit pedig látja a kezelő orvos is. Ezért ezzel nagyon sok fölösleges beteg-orvos találkozót lehet elkerülni, ami elsősorban azt gondolom, hogy a krónikus betegek kényelmét szolgálja, illetve segíti azt is, hogy minél hatékonyabb lehessen az orvosi ellátás. Egyáltalán nem a zsebükbe szeretnék turkálni, félreértés ne essék, de hogy kezeljük ezt el, hogy ez mekkora beruházást igényelt, vagy mekkora anyagi, mennyi pénzbe került mindaz, hogy egyáltalán mondjuk egy ilyen rendszer felálljon, és csak azért, hogy próbálunk következtetni arra, hogyha picit nagyobb távlatunkba gondolkozunk, akkor egyáltalán milyen nagyságrendekről beszélünk, vagy milyen összegekről van itt szó? Hát az egy kerület esetében most pilot jelleggel pár százmillió forintos nagyságrend, ami persze hatalmas összegnek hangzik, de ahhoz képest, hogy egyébként mekkora összegekről beszélünk egy kormányzás, vagy egy fővárosi, vagy egy kerületi önkormányzat esetében, azért ezek nem egy megugorhatatlan összegek. Természetesen most nyilván minden önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, meg a főváros és a kormány együttműködése sem mindig teljesen felhőtlen, hogy nagyon diplomatikusan fogalmazott, de azért ezek, hogyha egyetértés lenne a különböző felek között, akkor ezek azért megvalósítható programok lennének, akár mindenhol. Uh-huh. Tehát ha jól értem, akkor néhány százmillió forintból ezt a rendszert használni lehetne, és akkor meg lehetne könnyíteni ezeket az utakat, a beteg-orvos utakat, és nagyon sok esetben, kérdezem, hogy ez hogy működik, hogy akkor mondjuk hosszú távon viszont a költségek akár csökkenthetők is lennének, hiszen ez mindenkinek költség, hogyha a beteg bemegy, és ott különböző vizsgálatokat kell elvégezni. A több fronton is el lehet, igen, tehát egyetértek, hogy lehet ezzel csökkenteni az egészségügyi kiadásokat. Ugye egyrészt az, hogyha egy krónikus beteg állapotát folyamatosan nyomon kísérjük, hogyha az állapotromlás legkisebb jele is jelentkezik, és minél korábban be tud avatkozni a kezelő orvos, tudja módosítani a terápiát, akkor ezzel el lehet kerülni azt, hogy mondjuk a páciens kórházba kerüljön, vagy rosszabb állapotba kerüljön, és emiatt kórházi felvételre kerüljön sor. Nyilván a beteg szempontjából is jó, hogyha sikerül elkerülni ezeket az állapotromlásokat, és az otthonában maradhat a megszokott környezetében, nem kell kórházba befeküdni, illetve hát azzal, hogy csökkennek a beteg-orvos találkozó, tehát el tudjuk kerülni azokat a beteg-orvos találkozókat, amelyek nem feltétlenül szükségesek, ezáltal gyorsabb lehet az ellátás mások számára is, rövidülhetnek mondjuk a várólisták, hamarabb sorra kerülhet egy páciens a szakorvosi vizsgálatra. Úgy látja, hogy maga a rendszer, akár az orvos társadalom mennyire nyitott a változásokra, változtatásokra. Erről is szó volt itt, már beszélgettünk erről a műsor első felében is. Egyébként itt a stúdióban továbbra is itt ül Kovács Máté, úgyhogy hallgatja is önt ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy mennyire nyitott maga az orvostársadalom, vagy akár az egészségpolitika azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egyáltalán ez az irány elindulhasson? Próbálok úgy válaszolni, hogy ne bántsak meg senkit. Sok türelem kell hozzá nyilván, hogy minden fél elfogadja ezeket az újításokat. Nyilván ebben is egy kettőséget látunk. Az idősebb orvos kollégák nehezebben fogadják ezeket az újításokat, és több időre van szükség, ezeket el lehet sem fogadtatni, és nyilván van egy fiatal generációként, mert teljesen természetes, hogy modern, digitális telekommunikációs eszközöket használnak, és nem áll tőlük távol az, hogy ezt a
a munkájuk során is alkalmazás, sőt igény is erre, de azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Ami még egy másik szempont, hogy főleg politikában is van néha ellenállás ebben, tehát szükség van arra, hogy egy modern, progresszív városvezetővel nyilván könnyebb dolgunk van. A magyar politikában nagyon szeretjük a szalagátvágást, és azt tudjuk átadni, hogyha egy épületet építünk, vagy valamit, ez a beton és vas iránti igény, így szoktuk mondani, tehát hogyha át lehet vágni a szalagot a projekt végén, akkor elégedettek a politikusok. Nyilván, hogyha egy szoftvert, vagy valamilyen digitális kis eszközt adunk, tehát akkor kevésbé lehet nagy csinadratával csinálni ezt. De azért ebben is vannak nagyon jó tapasztalataink, és azért azt gondolom, hogy legtöbb politikustársam is, akikkel most együtt dolgozunk, és az egészségpolitikusok is, vagy egészségpolitikai szakértőink is pontosabban ebbe az irányba gondolkodnak. Igazából az egészségpolitikának ez mekkora szerepe vagy szelete egyáltalán, mert ugye nagyon-nagyon sokat hallunk arról, hogy kevés orvos van, kevés házi orvos van, miközben ha ezeket a technológiákat nézzük, akkor ezeknek pont az lehetne a célja, hogy akár még hosszú távon pótolhatja is az orvosokat, mint az orvosoknak a hiányát természetesen. Miközben ugye ön is azt mondja, hogy azért elég nehézkes ez a történet, nem csak pénzről szól, ahogy kivettem a szavaiból, hanem sok minden másról is, orvosokról, érdekekről és minden egyébről. Szóval, hogy mennyire várható az, hogy az egészségpolitikának ez mondjuk meghatározó szeletévé válhat akár a közeljövőben? Én nagyon nagy reményekkel voltam ez irányban, április 3-a előtt, tehát az ellenzék egészségpolitikai programjának programírásában én is részt vettem, és egy elég jelentős új irány lehetett volna, tehát mi ebbe gondolkodtunk abszolút. A mostani egészségpolitikára országos szinten annyira zárt és annyira nehezen átlátható, hogy milyen szándékok és érdekek vezérlik, hogy erről ilyen nem tudok nyilatkozni, hogy egyáltalán se tudjuk, hogy lesz-e önálló minisztérium, most leginkább megint azt hallani, hogy nem lesz önálló egészségminisztérium továbbra sem, de valamilyen átszervezés várható, valószínűleg a központosítás fog továbbra is zajlani. Mi amikor a fővárosi önkormányzattal gondolkodtunk, vagy gondolkodunk még mindig, abban például, hogy legyen egy egységes budapesti betegirányítási rendszer, akkor jött vissza az információ a kormányzat részéről, hogy ebben országosan ők is gondolkodnak, de hogy ezek a projektek hol állnak, vagy egyáltalán elkezdődtek ugye az egységes egészségügyi szolgáltatási térrel az EFT elindulásával, de hogy ezt milyen elképzeléseik vannak, nem tudjuk. Ugye az egészségügynek hát nagyon sokat beszéltünk már róla, nagyon sok átalakulása volt. Az, hogy orvoshiány van, ez ma már szinten evidenciaként szoktunk róla beszélni. Ön hogy látja, hogy ha ezek ilyen evidenciák, evidencia az, hogy ez a jövő, akkor miért nem prioritás ez az egészségügyben? És persze értem, hogy itt feljön vagy előjön az a kérdés, hogy politikailag mondjuk-e a magánegészségügy fejlesztése lehet-e a prioritás az egészségpolitikában, vagy az állami egészségügy felfejlesztése. Ugye régi-régi témák ezek, mi is beszéltünk már ezekről az ügyekről korábban. Szóval hogy látja, hogy mi az oka annak, hogy ez ilyen nehézkesen halad, és nehéz megváltoztatni magát a szemléletet akár? Egyrészt nem segíti a centralizáció sem. Próbálok kevésbé pártpolitikusként nyilatkozni, de hát amikor egy ilyen nagyon centralizált rendszerben, ahol a legtöbb és legfajsúlyosabb döntéseket közvetlenül a miniszterelnök vagy szűk köre hozza meg, és ahol a miniszterelnök elmondja, hogy még az SMS is modern technikának számít a számára, akkor sajnos ugye nehéz ezeket az új eszközöket, új innovációkat a gyakorlatban átültetni, hiszen nem biztos, hogy az a döntéshozó, akinek erről a döntést kell hoznia, átlátja ennek a jelentőségét. Illetve nyilván egy-egy eleméről beszélünk az egészségügynek, szerintem ahhoz, hogy például a humán erőforrás hiányon tudjunk érdemben segíteni. Egyik
egyik fejlesztési irány sem elég, vagy egyik eleme sem elég az egészségügynek. Egyik elemén sem elég változtatni az egészségügynek ahhoz, hogy érdemi változást tudjunk elérni. Sok ilyen apró beavatkozásra lenne szükség, vagy kevésbé apró beavatkozásra lenne szükség az egészségügyben, hogy mondjuk a humán erőforrás hiányon tudjunk segíteni. Ez egyébként ön szerint pénzkérdés elsősorban? Hát ahhoz, hogy megállítsuk az elvándorlást a szakmából, akár egészségügyi szakdolgozókról, akár orvosokról beszélünk, ahhoz ugye egy jelentős szakdolgozói béremelésre lenne szükség, ezt az orvosoknál meglépték, de a szakdolgozóknál nem. Ahhoz, hogy például az orvosok munkáját tudjuk segíteni, nagyon sok feladatot már el tudnának látni főiskolai vagy egyetemi végzettségű szakdolgozók is, az ő tudásukat, kompetenciáikat sem használjuk jelenleg, amíg nem rendezik a szakdolgozó bérét is, addig sajnos ez sem lesz feltétlenül megoldás. Tehát itt az egyik elsődleges lenne, hogy a szakdolgozó béreket is rendezzük, ez valóban egy hatalmas kiadás lenne a kormányzat számára, de elengedhetetlen intézkedés volna egy egyszerű nagy összegű béremelés szakdolgozói szinten is, mert most jelentős a bérfeszültség az orvosok és a szakdolgozók között. Ugye az orvosok esetében már kisebb-nagyobb problémákkal azért sikerült rendezni a bérkérdést. Utána jöhetnek olyan intézkedések, hogy akkor vegyünk le orvosok válláról terheket, és amit szakdolgozó is el tud végezni, azt engedjük, hogy szakdolgozó végezze el egyetemi végzettséggel akár. Nagyon sok olyan feladatot lehetne sorolni, amit most már ők is el tudnának látni, és ezzel is tudnánk segíteni az orvosok munkáját. És hát nyilván, hogyha az orvosoknak is tényleg már csak azzal kellene foglalkozniuk, ami valóban a feladatuk, az a gyógyítással, akkor nyilván ők is szívesebben maradnának itthon, vagy adott esetben még haza is költöznének, akik elvándoroltak már. Egyébként, ahogy kivettem így a szavaiból, meg ahogy így egy picit magáról a rendszerről beszélgettünk, hát eléggé messze vagyunk, vagy messze tartunk attól, már mint egészségügyi vonatkozásában azt, ahogy itt beszélgettünk a műsor első felében, hogy az orvosok helyett mondjuk robotoké, meg különböző applikációké a jövő, hogy minél inkább automatizálni lehessen a különböző vizsgálatokat, minél kevesebbet kelljen a betegnek otthonról kimozdulni, ugye ezt elég sokszor ráhangzott itt a műsorban. Hát ahhoz képest, amit most mondott, akkor ezek szerint ettől mi még nagyon-nagyon messze vagyunk. Sajnos igen. Ja, és hát voltak jó kezdeményezések, például a Honvéd kórház átfogó felújítása és az új szár megépítése után talán még most nem tudnám megmondani, hogy pontosan melyik évben történt. Körülbelül egy ilyen 10 éve lehetett, és egy nagyon haladó kezdeményezés volt, hogy például az ételt, a meleg ételt és a szennyes, illetve a tiszta ruhaneműket, ágyneműt robotok szállították a Honvéd kórházban, ahol aztán néhány év után ezek az eszközök nyilván amortizálódtak, de ennek meg már nem volt meg a finanszírozása. Tehát egy egyszerű beruházás volt, nagyon innovatív volt, nagyon látványos volt, nagyon szerették a kórházi dolgozók is. Ma már a nyomát sem látjuk ezeknek, hogy robotok szállítsák a meleg ételt a kórtermekbe, meg a mosodába a szennyest. Igen, pont erről beszélgetünk, hogy robotok, ezt itt sokszor előfordult a műsorban. Melyik lehetne mondjuk az a terület, ahol robotokat, már említette ezt természetesen, amit az előbb mondott, de melyik lehet még mondjuk olyan más terület, ahol robotok akár közel, meg távoli jövőben alkalmazhatók lehetnének? Hát egy-két csúcsintézményben a már említett robotsebészeti eszközök kezdenek megjelenni, de ugye ezek nem automatizált robotok nyilván, hanem ezeket azért orvosok kezelik és irányítják a műtétek során. De alapvetően én az ilyen egyszerű üzemeltetési feladatoknál tudom ezeket elképzelni az egészségügyben, amit az előbb említettem is, a Honvéd kórházban volt erre példa. Hát minden esetre azért jó, hogy erről is beszélgettünk, mert az egészségügy szempontjából azért van miről még beszélgetni, de ez is egy fontos szempont. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Havasi Gábornak, a Momentum egészségpolitikusának, a fővárosi közgyűlés egészségügyét felelős tagjának, hogy mindezt át tudtuk beszélni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, viszonthallásra. Köszönöm viszonthallásra. Önöket pedig arra bátorítom, hogy maradjanak továbbra is velünk, mert hogy egészen 5 óráig folytatjuk még a műsor. Továbbra is a stúdióban itt van Kovács Máté, az Epilepsz társalapítója, és valószínűleg még tudunk egyéb szempontokat is a témához hozzátenni. Villanatokon belül a következő részben pedig itt lesz Rékasi Balázs, ő is orvos, egészségügyi szakközgazdász, úgyhogy vele is átbeszéljük még ezt a témát, úgyhogy várom Önöket vissza. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, köszöntöm Önöket, elérkeztünk a műsor utolsó negyedéhez. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetések voltak eddig is. Egészségügyről beszélgettünk, és arról, hogy mennyire pálya ma Magyarországon az egészségügy számára, mondjuk a digitális orvoslás, orvosi robotok, vagy egyáltalán az, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia bármilyen módon, formában alkalmazható legyen ezen a területen, mennyire vagyunk messzire ettől. Úgyhogy erről beszélgettünk eddig is, és ezzel a témával fogjuk folytatni Rékasi Balázssal, orvossal, egészségügyi szakközgazdásszal, aki már itt van velünk telefonon. Köszönöm. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na szóval eléggé megoszlottak eddig itt a vélemények ezzel kapcsolatban. Próbáltuk konkrétizálni, hogy mennyire vagyunk mi messze ettől. Az erről beszélgettem Havasi Gáborral, ugye ő a Fővárosi Közgyűlés egészségügyét felelős tagjával. Ő eléggé pessimista volt ezzel kapcsolatban, és akkor még finoman fogalmaztam, hogy mi ettől azért még igencsak távol állunk. Miközben hát abban eléggé egyértelműek, vagy egyöntetőek a vélemények, hogy ez a jövő, és ebbe az irányba kellene tartani. Szóval mennyire vagyunk messze igazából, hát, ez a kérdés továbbra is? Én bennem is egy kettősség van, tehát azt gondolom, hogy egyrészt a magyar egészség, ugye a realitás az nagyon messze van ettől az egésztől, befogadó oldalon is mindenképpen, majd ezt mindjárt kifejtem. De egy kettősség mindenképpen megfigyelhető. Tehát biztos vannak és lesznek egyre több olyan egyetemi centrum, vagy olyan kiválósági központ, ahol valóban a legújabb technológia megtalálható, és valóban a legmodernebb, tényleg nyugat-európai vagy amerikai kutatásoknak helye van Magyarországon. Vannak ilyenek. Vannak olyan elhivatott szakemberek, akiknek megvannak ezek a kapcsolataik, megvan ez a tudásuk, és ezeket itthon is megvalósítják. A hétköznapi, mindennapi orvoslásban azért ezek sajnos hiányoznak. Ennek természetesen számos oka van, de az egyik első, ami eszembe jut, az, hogy maga az orvos társadalom is előregedett, maga az orvos társadalom is le van terhelve a mindennapokkal, a mindennapi problémáival, és egy előregedett orvostársadalom, ahol vehetjük azt, hogy mondjuk a házi orvosoknak már több, mint az egyharmada már rég nyugdíjba kellett volna, hogy menjen, másik egyharmada az nyugdíjkorú, és igazából csak a maradék egyharmada az, aki fiatal. Ezekre nem várható el egy 50-60 fölötti mondjuk házi orvostól, hogy nagyon érti és nagyon fel tudja venni a fegyvert mondjuk a digitalizáció mellett, és ő maga is tudja modernizálni az eszköztárát, és ő maga is rá tudja beszélni a saját betegeit, hogy mondjuk használjanak egy olyan digitális vérnyomásmérőt, amelyek mondjuk telemedicinális úton tudják továbbítani és összesíteni a házi orvos felé az adatokat, pedig ez nem annyira a jövő, ez már a jelen, és ez abszolút egy házi orvosi szinten menedzselhető kell, hogy legyen mondjuk valakinek a magas vérnyomás betegsége, vagy a cukorbetegsége, nem kell ehhez, nem kellene, és Nyugat-Európában nem is fordulnak a betegek ebben mondjuk szakorvoshoz, rendelőbe, kórházba, már régen nem, hanem ez mondjuk egy alapellátási szinten így telemedicinálisan
digitálisan ez mondjuk kezelhető. Igen, azért érdekes, amit mond, pont emiatt, mert mondjuk a házi orvosi szféráról beszélve, pont ez lenne mindenkinek az érdeke, gondolom a házi orvosnak is, a betegeknek is, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben, minél kevesebb időre fordítással lehessen ezeket a vizsgálatokat igen. elvégezni, akkor miért ilyen nehézkes ez? Ez csak pénzkérdés, vagy mi lehet ennek az oka? Nem hiszem, hogy ez csak pénzkérdés, ha valaki benne van egy mindennapos túlterheltségbe, mondjuk egy mókuskerékbe, és mondjuk idősebb, akkor nehezen tud ebből kiszakadni, és nehezebben tudja rászánni az idejét ő maga is, hogy megtanulja egyik oldalt, másik oldalt, meg a beteganyag is alapvetőleg egy konzervatív, tehát a betegeket is nehezen lehet rávenni, mondjuk arra, hogy nem kell, tehát már arra is nehezen lehet rávenni, hogy mondjuk az édesanyámat nehezen lehet rávenni arra, hogy időpontot kérjen a házi orvosától, és ne csak oda menjen a rendelőbe, és akkor csodálkozik, hogy ott ül fél délelőtt, hanem időpontra menjen, akkor ugyanígy nehezen lehet rávenni a beteget is arra, hogy mondjuk egy ilyen modernebb eszköz használjon, és higgyen annak, hogy annak az eredményét elég elküldeni, és mondjuk sokkal hatékonyabb egy összesített digitális vérnyomás naplót az orvosnak ellenőriznie, mondjuk maradva ennél az egyszerű példánál. Mit gondol egyébként, hogy mit kellene ahhoz tenni, hogy ez megváltozzon? Mert úgy tűnik, mintha itt az elmélet meg a gyakorlat egy picit ketté válna, mert hogy elméletben, ugye önök is, meg mondom, Kovács Máté is elmesélte azt, hogy egyébként ez milyen egyszerűen tudna működni. Ahogy így az előbb említette a műsor első felében, szinte elég egy fotót készíteni a telefonnal. Most leegyszerűsítem, amit mondom, hogy kijavít, hogyha rosszul mondom. De abszolút, például a melanóma diagnosztikára már vannak ilyen telemedicinális programok, hogy egyszerűen az egyszerű telefonommal elküldöm a bőrönnalról a bizonyos anyajegyről vagy foltról való képet, és egy szoftver előre tudja elemezni, hogy van-e annak esélye, hogy mondjuk ez egy rossz indulatú daganat, abban ezeket leválogatja, és az orvosnak csak gyakorlatilag ilyen szempontból egy előszűrött esetekre való véleményt kell mondania. És ez mondjuk iszonyan felgyorsítja, és hatékonyabbá teszi a rendszert. Hogy mit kell ehhez, az volt a kérdés. Igen. Én azt gondolom, hogy motivációs formákat kell megtalálni. Tehát, hogyha beszélünk, és akkor egy ilyen szakmai fogalmat hoznék be, és bocsánat ezért a hallgatóktól, de mondjuk egy viszonylag új fogalom az egészségfinanszírozásban, kötegelt finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy ma az egészségügyben mondjuk történjen velem egy probléma, hogy kapok egy infarktust, akkor bekerülök egy kórházba, ott egy invazív kardiológiai osztályon ellátnak, majd ők abban érdekeltek, hogy minél hamarabb engem onnét kirúgjanak, és ők megkapják utána a pénzüket, a spécihez egy jól fizetett beavatkozás, megkapják utána a pénzüket, és aztán, hogy velem milyen rehabilitáció történik, vagy mi történik, ezzel igazából senki nem foglalkozik, mert senki nem érdekelt ebben. Ezt úgy oldják meg a világ fejlettebb országába, hogy nem adják oda a pénzt ennek a kórháznak, hanem azt mondják, hogy ezt a betegedet köteles, ennek a pénznek csak mondjuk a felét kapja meg, és azt mondja, hogy viszont a másik felét az csak akkor kapod meg, hogyha ennek a betegednek egy év múlva az életminősége ilyen és ilyen szintű, jól van, munkaképes és rehabilitáltad. Ennél fogva az intézet nem csak abban lesz érdekelt, hogy gyorsan ellássa és gyorsan továbbküldje vagy kiküldje, hanem abban lesz érdekelt, hogy egy éven keresztül monitorozza ezt a beteget, életmód tanácsadási programokkal bombázza, odafigyeljen, hogy mondjuk, hogyha túlsúlyos, akkor lefogjon, stb. Tehát így a finanszírozással teszik érdekelté abban az egészet, hogy jobban odafigyeljen a betegére, és a rendszer abban lesz érdekelt, hogy ezt minél hatékonyabb formába tegye. Ő se szeretné azt, hogy a drága orvos ideje avval töltse, hogy órákat beszélget ebben a beteggel, hanem ha neki mondjuk jobban megéri mondjuk két dietetikus nővért alkalmazni, akkor azt fogja, ha jobban megéri neki egy ilyen távmonitorozási digitális rendszert
odaadni a betegnek, és azt mondani, hogy ezen keresztül jelentkezzen be X időnként, akkor ezeket fogja kialakítani. És Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy ilyen, vagy ehhez nagyon-nagyon az alapstruktúrát kellene megváltoztatni? Én azt mondom, hogy Magyarország, tehát nem is azt mondom, hogy én azt mondom, hanem mi alkottunk egy konszenzus az egészségért szakértői csapatot. Igen. Annak érdekében, hogy felvázoljuk, hogy melyek azok a fontos területek, ahol az egészségügybe modernizálni kell. És többek között ezt mondjuk, hogy a finanszírozás egy olyan dolog, amiben muszáj beavatkozni. Korábban a magyar egészségügy finanszírozása teljesítményfinanszírozás modern volt, de elszaladt fölötte az idő, megváltoztak a költségek, meg számos dolog. Ha nem modernizáljuk a finanszírozást, akkor gyakorlatilag nincs esély, hogy továbbfejlődjön a magyar egészségügy szerintem. És ezeket a lépéseket kell végig gondolni és megoldani annak érdekében, hogy el tudjunk innét mozdulni. Picit nem tudom, hogy mennyire pessimista a hang, amit mondjuk, mennyire lehet innen erről a helyzetről elmozdulni, vagy mennyire beállt ez a magyar rendszer. Hát most egy érdekes pontnál járunk olyan szempontból, hogy ugye tudjuk azt, hogy marad az Orbán kormány, azt is tudjuk, hogy az Orbán kormánynak idáig, vagy a kormányoknak nem volt az egészségügy prioritás, nem foglalkoztak ebben különösképpen, viszont azt is tudjuk naivan, vagy hisszük, hogy az ország gazdasági teljesítő képességéhez hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy jobb legyen a lakosság egészségi állapota. Tehát ilyen szempontból én nagyon várom a következő hónapokat olyan szempontból, hogy ki lesz az egészségügyi tárca vezetője, és nem is a személye érdekes, hanem az, hogy ez az illető ez kap-e felhatalmazást arra, hogy valamit tegyen, és hogyha kap felhatalmazást, akkor azt megfelelő szakmai tudással fogja tenni. Nem lesz könnyű dolga, borzasztó nehéz dolga lesz, de mindenképpen el kell mozdulni, mert ez részről ez a rossz hatékonysággal működő rendszer, ez nem tudja ilyen kevés orvossal, ilyen rosszul szervezettséggel nem fogja tudni ezt a beteganyagot ellátni. Ugye azért érdekes, amit mond, mert ezek a problémák, hát csak önnel is, mert ugye nagyon sokszor beszélgettünk erről, és sokszor felvetődött az, hogy tényleg meddig bírja ezt a helyzetet, az egészségügy modernizáció, digitalizáció, financiális átstruktúrálás nélkül. Kettészakadás, igen. Kettészakadás nélkül. Most ebben a helyzetben mondjuk a korábbi évekhez képest változott a helyzet, tehát vagyunk most egy olyan ponton, hogy most már innen tényleg nehezen lehet tovább lépni, vagy valahogy azért eldöcög majd ez a rendszer akár így is? Hát mi mindig azt mondtuk, hogy ez már iszonyú, tehát én nagyon rossz, és nem akarom mutatni a hallgatókat, de nagyon frusztráló, hogy én 20 éve dolgozom az egészségügybe, és mindig azt hiszem, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Erre céloztam, igen. Mindig úgy érzem, hogy mindig, tehát nagyon-nagyon frusztráló és elkeserítő. Én azt mondom, hogy maguk a szereplők, mindenki a maga szintén mindig igyekszik megtalálni a kiskapukat. Magyarországon is ez van, a kettészakadás jellemző. Aki megengedheti magának, az elmegy mondjuk egy modern magánklinikára, akinek kapcsolati tőkéje van, az elmegy egy ilyen kiválósági centrumba, vagy egy egyetemre, ahol meg tudja kapni, ha szerencséje van. Tehát ha szerencséje van, vagy egy normál beteg is, ha szerencséje van, kaphat iszonyú modern, iszonyú szuper ellátást. Éppen ma délelőtt beszéltem, nem akarom az egyetem vezetőjének a nevén nevezni, de olyan szuper 21. századi képalkotó berendezésük van, ami Amerikában és Németországban van még egy ilyen gép, de igazából úgy is járhat az ember, hogy tényleg figyelembe se veszik, nem veszik komolyan a betegségét, az csak még tovább hatalmasodik rajta, tehát kiszámíthatatlan és egyenletlen a struktúra, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen látszik az, hogy ilyen a lakosság egészségi állapota, és mi magyarok 5 évvel hamarabb halunk meg, mint az európai átlag, és sokkal korábban leszünk betegek, és több időt töltünk betegen, vagy
még egy sokkoló tényezőt mondjak, azoknak, akiknek nincs pénzük, nincs kapcsolati tőkéjük, ez annyira meglátszik, hogy mondjuk egy Budapest második kerületben lévő élő valakinek, versus mondjuk egy hátrányos helyzetben aluliskálázott valakinek, a 30 éves korában a további életesélye között 12 év különbség van. Ez egy hatalmas gap. Uh-huh. Hatalmas gap. Az előbb egyébként Havasi Gábor, ahogy említettem, vele beszélgetünk, és igen, ő mondott egy jó példát a fővárosból, a 7. kerületből, ahol azt mondta, hogy sikerült létrehozni egy olyan rendszert, háziorvosi rendszerről van szó, ugye, hogy ne kelljen bemenni a betegnek, és egy ilyen digitális rendszert létre tudtak hozni. Azt mondta, hogy nagyjából néhány száz millió forintból ez megoldható volt. Szóval vannak jó példák, és az ember ilyenkor mindig felvetődik a kérdés, hogyha egy példa van, vagy egy példa, igen, vagy egy, hogy mondjam, egy helyzeten keresztül ez elindulhat ez a folyamat, akkor mi az oka, hogy mondjuk a többi helyen, vagy akár nagyobb struktúrában ez nem indul, igen, meg? Ez pénzkérdés, szemléletkérdés, hozzáállás kérdés, mitől függ ez? Igen. Én is, hogy mondjak, én nekem meg egy kedvenc példám, onkológiai betegellátás, tudjuk azt, hogy Magyarországon az emberek közül legnagyobb egy második vezető halálok, és Magyarországon legrosszabban állunk onkológiában. Informatikai segítséggel, okos emberek, Európai Uniós támogatással Kaposváron csináltak egy onkológiai betegút menedzser programot. Az az egésznek a lényege, és nekem ez egy nagyon kedves vetszőparipám, hogy nem csak a pénz és nem csak a ízű számít, hanem az, hogy fogjuk meg a beteg kezét, és ne hagyjuk elveszni a rendszerbe. Ez a program ez azt csinálta, valakinél felmerült az onkológiai betegség gyanúja, bekerült egy digitális adatbázisba, és gyakorlatilag tudta azt, hogy melyik orvoshoz, melyik időbe kell a betegnek megjelenni. Nem jelent meg a beteg, a jelzett az egész rendszer, volt az egésznek egy felelőse, hogy ennek a betegnek itt és itt kellene megjelennie, utána ment az egésznek. Jól működött, szakmai, tudományos publikációk jelentek meg róla, hogy mennyivel javult ezeknek a betegeknek az ellátása, most már sok év telt el, éppen ma beszéltünk róla a szakemberekkel, javult ezeknek a betegeknek a túlélése. Egyértelműen látszik. Mégis nem az onkológiai intézet akkori vezetője állt az egész mögött, mostani emmi miniszter állt az egész mögött, ezért ezt nem ott kezdték, ezért ez valami miatt nem tudom a részleteket, nem is érdekes, a lényeg az, hogy ennek már rég, már messze rég kellene országos szinten működnie, és egy országos betegkövetési adatbázis kéne, hogy legyen ezekről az onkológiai gyanús esetekről. Ehhez képest a program elhalt. Uh-huh. És ennek én nekem mi az oka? Az a mániám, hogy hát én nem akarok nevén nevezni személyes ellentétek. Uh-huh. Tehát említette Havasi Gábort, és említette a fővárost. Nekem most kollégákkal az a vágyunk, hogy ezt például ezt újra tudjuk indítani, ezt a onkológiai betegút figyelést, követést, menedzsment szolgáltatást újra tudjuk indítani, és meg tudjuk csinálni modellértékűen máshol is, és aztán utána idővel ezt el lehessen terjeszteni országosan. Csak ez lehet az, ami például javítja a betegeknek az esélyét, hogyha tudom azt, vannak arra megfelelő protokollok, hogy mennyi időn belül, milyen vizsgálatokat, milyen sorrendben kell elvégezni, és ennek ki is miért a felelőse. És egyébként azt úgy látja, hogy maguk az orvosok, vagy akár az orvostársadalom, most itt nem csak a házi orvosokra gondolok, hanem magukra az orvosokra, mennyire nyitottak ezekre a változásokra, változtatásokra, milyen érdekek mozognak, vagy mozoghatnak a háttérben. Csak azért kérdezem, mert mindig, amikor ezeket a jó vagy klassz példákat hallom, akkor olyan evidenciának tűnik, hogy ezt kellene csinálni. Hosszú távon ez lehet a megoldás, nyilván akár országos szinten is. És nehéz megérteni azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez nem működhet nagyobb távlatokban akár. Szerintem mindenki, és ez nem kell orvosnak lenni, bárkinek a sikerélmény az alapvető motivációja. Hogyha egy frusztrált, sikerélménytelen munkát végzek, ahol csak küszködök, akkor egy idő után én is kiégek.
ehelyett meg kell találni azt, hogy hogyan tudunk pozitív motivációkat adni. Szerintem egy orvos a saját SPA gondolkodása azért ment arra az egyetemre, azért dolgozik, hogy ő is azt szereti és azt várja, hogy meggyógyuljanak a betegei. Jelen pillanatban mondjuk a finanszírozás se támogatja azt, hogy az orvos több beteget lásson el, utána menjen a betegeinek, mert ő egy fix pénzt kap, neki teljesen mindegy, hogy hány beteget lát el, most fix fizetése van. Most a vészhelyzet óta a kórházaknak is legalább régebben teljesítményfinanszírozásuk volt, de most még az intézmények sem érdekeltek ebbe. Tehát ha megtaláljuk ezeket a motivációkat, akkor én hiszek abban, hogy az ember, ez egy ilyen nagy mondás lesz részemről, de az ember, meg az orvos is, de az egészségügy dolgozó, mindenki jó, és mindenki abban érdekelt, hogy tényleg a betegei meggyógyuljanak, hiszen azért választotta ezt a hivatást. Csak meg kell találni azt, hogy mivel tudom őt megdicsérni és díjazni. Egyébként még egy dolog, és erről is szó volt itt a műsorban, hogy a COVID-helyzet az mennyire hozta elő mondjuk azokat a technikákat, hogy az ember valahogy, vagy akár a betegek picit más szemléletben gondolkozzanak, hiszen azért nagyon-nagyon be voltunk szorítva, és itt nagyon fel kellett találni magukat egyébként, hogy így fogalmazok, nem csak az orvosoknak, házi orvosoknak, de tényleg a betegeknek is. Ez mennyire mozdította ki akár ebből az állapotból, akár a betegeket, embereket, vagy a társadalmat, vagy és aztán utána most visszatértünk a régi kerékvágásba, a régi szemléletbe, vagy van azért valami, amit ebből tovább vihetünk? Hát szerintem mindenképpen, tehát a telemedicina az hatalmas lökést kapott, és hogyha ha ilyen szempontból a magyar egészségügyben szerintem az elmúlt éveknek az egyik szuper dolga az az EST, aminek igaz, hogy borzasztó a neve is, és számos hibája van, nincs belőle statisztikai adatgyűjtés, de az, hogy mondjuk az orvosom egy telefon, ha elérem telefonon, akkor telefonhívás alapján tudja nekem a gyógyszereimet felírni, és dönt, hogy milyen gyógyszerre van szükségem, és el se kell mennem, hanem a patikába ezt ki tudom váltatni az unokámmal. Szerintem ez mondjuk egy lépés, amit iszonyom könnyen megszeretett a társadalom, és jó, hogy ez létezik. Vannak ennek hibái, hogy mondjuk a laborértékek azok a mai napig mondjuk PDF-fájként kerülnek be az EST-be, és nem lehet belőle szakmailag összenézni, és egy gomnyomással mondjuk megnézni, hogy a cukorbeteg a hemoglob, vagy mit tudom, vércukor szintje, hogy alakult a betegnek hosszú távon. Ezek mondjuk ilyen hibák, de ezeken lehet fejlődni, és ezen fog is fejlődni szerintem a rendszer. Tehát az emberek igenis tanultak, és megszerették. Innét tovább kell menni. Tehát tovább abban kell menni. Igaza. Na lépjük, vagy csak egy utolsó kérdés így akkor a végére így összegezve akkor a mai adásnak a tapasztalatait talán, hogy most itt tényleg utána olvastam minden itt már, arról van szó a jövő egészségügyéről beszélgetve szakirodalomban, de hát ezt nyilván ő sokkal jobban látja, tudja, hogy itt távsebészetre lehet számítani, mesterséges intelligenciára, fogyi appokra, nyomtatott emberi szövetekre, meg telemedicinára, szóval egészen ilyen futurisztikus kifejezéseket lehet olvasni a szakirodalomban, tehát, hogy mindenki arra számít, hogy tényleges paradigmaváltás lesz, vagy lehet az egészségügyben is, hogy egész másként néz majd ki a jövő kórháza. Hát, igen. Szóval ehhez képest volt tartunk. Mondhatok egy gondolatot, hogy ne csak, és abban is kell változnunk, és a mi alatt most a társadalmat és a betegeket értem. Tehát nem várható el az, hogy a kórház az iszonyú digitalizált, és ahogy most elmondta ezeket a futurisztikus dolgokat, ezeknek egy része működik, egy része az még álom, hogy széles körben. Igen. De nekünk betegeknek is változnak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy van a klasszikus beteg, és van az e-beteg. Az e-betegnek van egy pozitív része is. Az a beteg, aki törődik a saját egészségével, fontos számára, folyamatosan foglalkozik. Nem azt jelenti, hogy hipohonder, és nem azt jelenti, hogy mondjuk betege megszállottja ennek a kérdésére, de odafigyel a saját egészségére, és nyitott arra, hogy ő is utána olvasson, és nyitott arra, hogy használja ezeket az eszközöket, és ahogy ön is mondta, mondjuk teszem azt, hogyha tudja azt, hogy a
BMI-je az 25 fölött van, akkor letölt a telefonjára egy fogyi appot, és igen, elkezdi ezt használni, és egy olyan csoporthoz, Facebook csoporthoz csatlakozik, akikvel együtt csinálják az egészet, és stb. Tehát nekünk betegeknek is a szemléletünk változzon kell. Mi kell ehhez? Hát azt hiszem, hogy tanulságos volt, hogy mi mindenen kell változtatni, meg hol tartunk most, viszont hova érhetünk el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Rékasi Balázs egészségügyi szakközgazdásznak, hogy mindezt át tudtuk beszélni. Köszönöm szépen még egyszer önnek. Én köszönöm, hogy hívtak. Viszont hallásra, minden jót kívánok. Köszönöm önnek is, minden jót, viszont hallásra. Hát azt gondolom, hogy tanulságos volt. Kovács Máté is végighallgatta mind a két beszélgetést. Hogyha így egy picit összegezni kellene néhány mondatban, azért gondolom, hogy tanulságos volt azokat, amit a szakemberek mondtak. Tanulságos volt mindenképpen szerint, amit a Rékasi úr itt a végén mondott, hogy nem lehet elvárni, hogy egy oldalon működjön ez a történet, és a páciens oldaláról egy szemléleti paradigmaváltásra van szükség. Azt hiszem, hogy ezt megfogva, biztos, hogy ez a legfontosabb. Az a helyzet, hogy a egyéni felelősségtudat, az, hogy odafigyelek magamra, azt tud oda vezetni, hogy az egészségügybe különböző lépésekbe adatot rögzítek, adatot küldök, és visszakapom ezeket az impulzusokat diagnózis formájába, és hosszú távon ebből kialakul egy egyéni páciensút, és hogyha valamikor az életem során egy krónikus betegségem van, akkor minden adat, amikor oda kerülök a kezelőorvos elé, ott van, stb. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy a fő tékevé, ez a fő konklúzió, amit mindenkinek észben kell tartania. Hát akkor szerintem tartsuk észbe. Azt hiszem, hogy ezt a konklúziót mi is levonhatjuk. Nagyon szépen köszönöm Kovács Máténak, tehát az Epilepsz társalapítójának, hogy itt volt és elmondta a véleményét a témával kapcsolatban. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a beszúló. Legközelebb a jövő héten hétfőn, a szokásos időben délután 3 órakor lesz beszúló, akkor majd Hont Andrással. Most pedig akkor búcsúzom, Nagy Teodóra szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.